Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban néhány feminizmussal kapcsolatos rövid videót szeretnék elemezgetni egy cikket is folytatnék, amiről már beszéltünk korábban, és úgy gondolom, hogy ezek nagyszerűen érzékeltetni fogják majd azt, hogy a társadalom micsoda erkölcsi, morális mélyrepülésbe kezdett, illetve a másik tényt, hogy ebben férfiak és nők kart karöltve részt vesznek, és gyakorlatilag senki sem marad ki ebből. Mielőtt nekivágnék ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Talán emlékszik mindenki, a nők orgazmust akarnak nem virágot című cikre. Na ez az, amihez visszatérnék, folytatni szeretném, mert ez egy aranybánya, hogyha ostobaságokról van szó, illetve egyfajta lelet tulajdonképpen, ami reprezentálja mindazt, ami probléma ma a társadalomban. Ezúttal a nők oldalán népszava.hu weboldalon jelentez meg. Innen fogjuk folytatni jó lenne, ha a férfiak is kivennék a részüket a háztartás a munkából, a gyermeknevelésből, ahogyan a nők is, az pedig a férfiaknak se jó hasz, mondják nekik te mindig legyél erős, soha ne sírj és nekír segítséget egyedül kell megoldanod, hiszen te férfi vagy. Menjünk neki az első mondatnak, jó lenne ha a férfiak, kivennék részüket a háztartási és a munkából, a gyermeknevelésből, ahogyan a nők is. Én ezzel abszolút egyetértek és igazuk van azoknak a nőknek, akik emellett kampányolnak ugyanis, hogyha a nő dolgozik, teljes munkaidőben, akkor egy férfi nem várhatja el azt, hogyha ő is ugyanannyit dolgozik, hazajön, és a nő még otthon kezdjen el dolgozni, meg foglalkozni mindennel, mert az egyszerűen csak nem fel, meg irreális is. Úgyhogy én ebben támogatom őt. A probléma nem is ezzel van. Az egész berendezkedés a társadalomnak olyan, hogy nem teszi lehetővé azt, hogy egy házasság működjön. A házasság nem tud működni csak akkor, hogyha a felek elfogadnak néhány alapelvet, ami a házasságot házassággá teszi, ami ma van a társadalomban, az nem házasság, az a házasságnak egy paródiája, vagy egyfajta karikatúrája. Mire végigérek ezeken az elveken, mindenki látni fogja, hogy ezt nem lehet megvalósítani a mai világban. A házasság tehát egy férfi és egy nő között életre szóló, elkötelezett kapcsolat a válás lehetősége nélkül kivétel persze néhány speciális eset. Az egymásra utaltság és az, hogy mindketten hisznek abban, hogy ez egy Elohim vagy Isten előtti kapcsolat, ami örökre szól, az tartja össze majd a házasság. Minden más a háttérbe szorul. Lesznek olyan időszakok, amikor sötét fellegek gyülekeznek, mikor nehéz idők jönnek, mikor hullámvölgybe kerülnek, és akkor nem fog számítani a szeretet, a megbecsülés, a tisztelet, meg semmi más. Csak az, hogy mi megfogadtuk azt, hogy ez a két ember együtt fog élni. És ez a mi felelősségünk, hogy ezeket a gyerekeket felneveljük. De ha valaki nem hisz nekem, hogy ez a propaganda és hogy irányítják a nőket, akkor megmutatom minden feministák fő boszorkányát, ki olyan szinten elsajátította és magáévá tette a propagandát, hogy szerintem nem is érzékeli, hogy mekkora ostobaságokat beszél, és ennek egy iskola példája ez a rövid videó. Figyeljen mindenki, hogyha valaki nem veszi észre az ellentmondást, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az menthetetlen az az ember. Miért lenne bennem gyűlölet? Érted? Tehát csak azért, mert indulatos vagyok. Igen, indulatos vagyok. Soha büdös életben nem tagadtam le, hogy indulatos vagyok. Agresszív vagyok, így van. Ha valaki bánt, úgy nyakom baszom, érted, hogy letekeredik a feje. Ez is igaz, tehát ezt se tagadtam meg sosem. amit a hozzászólások írnak alatta. Mert ez tele van nőkkel, persze néhány férfi is ide keveredett, akik nem is tudom, hogy milyen állapotban lehetnek a feminizálódásnak a spektrumában, de László azt írja, hogy imádom. Ő imádja ezt a nőt, aki abszolút tévegésben él, teljesen elszakadva a valóságtól, mint egy őrjöngő elmebeteg úgy beszél ezekben a videókban, és van férfi, aki azt mondja, hogy imádom. Lehet, hogy úgy gondol rá, Mind győzik-e hogy szánalmas, és egyszerűen csak nem tudom levenni róla a szemem? Könnyen lehet, de kétlem. De az, amit a nők írnak, az alátámasztja mindazt, amit mondok, hogy a nőket lehet irányítani ezzel a propagandával, és egyre többen átveszik ezt a szellemiséget, amit a Biblia Jézabel szellemének hív, amely az utolsó időben elhatalmasodik majd a világban, mint ahogy azt láthatjuk most. Aki uralkodni akar a férfin, a nő férfi akar lenni. Ezt jelenti Jézabel szellemisége elsősorban. A néni neve dr. Csernus Imre anyukája. Mintha magam mondtam volna, imádom, hát ezen meghaltam, imádom ezt a nőt, imádom Csides Katát. Amúgy meg igaza van, én sem hagynám, hogy bántsanak. A másik azt mondja, ezek nem mi vagyunk, az a fránya temperamentum. Úgy tűnik, hogy büszkék rá a nők ezekben a hozzászólásokban, hogy ők is így viselkednek. ami azt jelenti, hogy nincs remény a társadalom számára. Hogyha a felnövekvő generációnak az anyja, a szülei így viselkednek, meg így gondolkodnak, mint ez az elmebeteg, akkor végünk van. A legjobb imádom az őszinteségét. Claudia, mintha téged hallanálak. Ez én vagyok. Királynő azt írja, imádom csides katát. Mártu, ritka remek csaj, imádom. De jó Istenem, imádom ezt a nőt, írja Bettina. Hívja Márk. Na, ma lett a doktornő a kedvencem. Én is így vagyok vele. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.